Elrajtolt a mobilitási hét. Miskolcon idén is az eljutási versennyel nyitották meg Európa legnagyobb közlekedési és környezetvédelmi kampányát. Ahogy minden évben, idén is bebizonyosodott, hogy a kerékpár a leggyorsabb közlekedési eszköz a reggeli csúcsforgalomban. A következő napokban szemléletformáló programok várnak a miskolciakra, a mobilitási hét szerdán az autómentes nappal zárul. Felső-Majláth végállomásról indult a verseny. Futók, kerékpárosok, egy busz, egy villamos és egy autó rajtolt el. A befutó a Városház téren volt. A verseny eredménye a korábbi évek ismeretében nem volt meglepő. A reggeli csúcsforgalomban továbbra is a kerékpár bizonyult a leggyorsabbnak. A csaknem 10 kilométeres távot körülbelül 17 perc alatt sikerült teljesíteni. Munkába is kerékpárral közlekedek, meg igazából ahová lehet, mert formában tart, meg egyébként a környezet tudatosság miatt is inkább ezt szoktam használni. Meg arról nem is beszélve, hogy hamarabb bejutok bárhova. Sokkal egyszerűbb így közlekedni a városba. Gyümölcs, pogácsa, üdítő és műzli szelet. A kerékpárosokra a mobilitási hét alkalmából csütörtökön bicajos reggeli várt. Idén a rendezvény mottója fenntartható közlekedés a biztonság és egészség jegyében. A szerdáig tartó esemény főszervezője elmondta, egész héten színes programokkal készülnek. Egy izgalmas és tartalmas hét elé nézünk, hiszen a mobilitás hét 16-án a mai nappal kezdődik, és 22-én záródik. Nagyon sok szervezet, intézmény, civil szervezet állt ennek a programnak a szokásos módján támogatójaként, és ezért egy színvonalas és izgalmas program ajánlattal tudunk jönni ezen a héten. Kamakupa, egykerekű országos bajnokság, közlekedésbiztonsági fesztivál, bükki kerékpáros teljesítménytúra, iskolai vetélkedők és autómentes nap. A többi közt ilyen eseményekre számíthatnak az érdeklődők. A záró napon egy jótékonysági futásra is sor kerül majd. Európa legnagyobb közlekedési és környezetvédelmi kampányában az MVK is részt vesz. A MVK ZRT a mobilitási héten ezzel az eljutási versenyen túl részt vesz a szombaton Angolja biztonságra rendezvényen, itt a belvárosban. Lehet majd találkozni a 111 éves hóseprünkkel, ugye a villamospályának a hóseprőjével. Az Icarus 31-es oldtimer járművenket is megtekinthetik. Az autómentes napon az MVK járatain ingyen utazhatnak az autósok. Jegy és bérlet helyett csak forgalmi engedélyre lesz szükség, tette hozzá a vezérigazgató. A megnyitón részt vett Verespál polgármester is, aki elmondta, kiemelt cél, hogy a környezettudatos közlekedés minél inkább megvalósuljon. Ennek megteremtésében a városvezetőknek is fontos szerepük van. Leginkább az, hogy teremtse meg azokat a feltételeket, amelyek lehetőséget biztosítanak a város lakóinak arra, hogy alternatív közlekedési útvonalakon, alternatív közlekedési módokon jussanak el a munkahelyükre, jussanak el az iskolájukba, és egyáltalán a város területén ez így valósulhasson meg. A polgármester hozzátette, a közösségi közlekedés optimalizálását továbbra is prioritásként kezeli a város. Azonban amíg az ezekhez kapcsolódó finanszírozási lehetőségek számottevően nem javulnak, addig igencsak kis mozgástérrel rendelkeznek.